Bennem voltak a versek. Az volt csak a kérdés, hogy milyen témában jöjjenek ki ezek, és váratlanul alakult így ki. Sokat beszélgettem Erős Kingával versekről. Érdekes, hogy nem vagyunk barátok, mégis tökéletesen ráérzett arra, hogy mi az, ami engem a költészetből érdekel. És akkor egyszer csak letette az asztalomra ezt a válogatást, és úgy döntöttünk, hogy nem előadó es lesz belőle, hanem egy verses CD, illetve majd a verseket is szeretnénk hozzá egy könyvben megjelentetni, hogy így együtt legyen a sok gyönyörűség, és az is véletlenül alakult ki, hogy csupa női költő verse van rajta. Ez nem azt jelenti, hogy ez akár egy feminista alkotás lenne, sőt, szerintem minden vers, minden sorában ott van az a bizonyos férfi is. Tehát ilyen értelemben egy ilyen teljesség, csak éppen hát nők alkották ezt a lemezt, de még a képzőművész is, aki a CD borítót készítette, az is nő. A zenész is nő rajta, aki csodálatos Bachot játszik, ugye ott már ott van a férfi, és innentől kezdve szerintem tényleg minden versben ott van, és szóval ez nem egy ilyen kirekesztő lemez, hanem pontosan hogy az ellentéte, mert vagy ott van a férfi, vagy a hiánya van ott, de mindenképpen szerepel minden versben szinte. Elindulom egy ilyen lét előtti állapotból, egy csomó fáról szóló verssel, és aztán jön a növekedés, a szerelem, az ezzel járó gondolatok, és akkor hirtelen történik egy tragikus esemény, és akkor ez például gyönyörű a Tóth Krisztina versében, a De Fátó című versében, és onnantól kezdve minden megváltozik a nő életében, a sorsában, és onnantól kezdve utakat keres, pillanatokat keres, kapaszkodókat keres, megoldásokat keres. De hát persze nem ennyire konkrét ez, minden vers jelöl egy utat, egy stációt, egy valamerre felé gondolkodást, és azért is gondolkodtam rajta idefele jövet, hogy ez tulajdonképpen jókor is készült el, mert ez egy ilyen csendes adventi gondolkodás, és úgy gondolom, hogy a nő társaim azok találnak mindenféle pontokat ebben, amiről el lehet gondolkodni egy nő életében adódó kérdésekről, problémákról, szépségekről, gyönyörűségekről, és nehézségekről is. Tulajdonképpen így nem elhatárolható szakaszok ezek, mert hiszen majdnem minden versben maga a teljesség van jelen. De mégiscsak halad valami fele ez a történet, és az még nagyon szép benne, hogy a zene tulajdonképpen nem aláfestő vagy hangulatfestő elem csupán, hanem egyenrangúként szerepel Bach muzsikája. És azt hiszem, hogy Miskolci Anita gyönyörűségesen játszott rajta, és nagyon, nagyon segít ezekhez a stációkhoz eljutni szintén. Azt hiszem, hogy nagy amplitudók vannak benne, hihetetlen mélységeket és magasságokat jár be ez a zene. Ettől olyan csodálatos, és ettől illet nagyon. Nem is esett másra a választásunk, tehát nem is gondolkodtunk másban, csak Bachban. És nagyon is úgy éreztem, hogy aztán, amikor először meghallgattam, hogy nagyon is helyén való ez a fajta zene a CD-hez. Minden művésznek ez a dolga, hogy önmagát kiteregesse, estéről estére ezt tesszük, különböző szerepeken keresztül, de ez itt ugye nem szerep. Itt az én életem van a zenekorongon rajta, és ez túl személyes ahhoz, és nem akarom, hogy civil legyen adott esetben. Majd fogok mondani biztos mitotamot a CD-ről verseket, de így összefűzve ezeket, ez most még túl közel lenne nekem is.
és nem akarom így, ilyen módon, ezért most előadó esté varázsolni. De hát a versek maradnak, és azok mindig is. Itt szinte csak olyan költőnők vannak, akiket amúgy is nagyon szeretek, és régóta ismerek, és olvasok, és esténként előveszem őket. Más verseiket is tudom, tehát így úgyis megvannak, de így ebben a szerkesztésben nem annyira szeretném így estéről estére ezt föltenni. De aki szeretné, az hazaviheti, és hát ha ugyanazt gondolja róla, amit én, vagy hát ha neki is szerez egy-két megvilágosodott pillanatot, vagy szépséget, vagy elgondolkodhat rajta, és magába szállhat, és magába vonulhat valaki. Ez egy utazás valójában, egy belső utazás, egy csendes utazás reményeim szerint, amiben talán még egy pici humor is benne van, mert egy ilyen helyzet is van, hogy egy nő mondjuk költözik például, és akkor hogy tud válogatni, és hogy nem tud válogatni a dolgok között, és ez például a Rakoszki Zsuzsának a költözés, költöztetés című verse is, és ez például egy kis humorbombon is benne, de hát olyannyira más hangvételű mindegyik, hogy remélem, hogy nem lesz egy sikú és unalmas.